Köszöntöm Önöket, ez itt a Weekend, a Kölcsey Televízió kulturális magazin műsora, február 4-e péntek van. Dinamikusan indul e heti műsorunk, ugyanis az Öröm a Zene című tehetségkutatón induló zenekarok produkcióiból, a velük készült interjúkból jön nem sokára egy összeállítás. Ezt követően a nyertes Terne Cserhaja nevű zenekar mentorával, Demarcsek Zsuzsával, valamint a verseny területi szervezőjével, Balog Attilával beszélgetünk. A Hangpróba című adásunkban egyébként péntekenként 17 óra 45 perctől láthatják majd egyenként a zenekarok produkcióit és a bemutatkozását. Az első éppen ma került műsorra, ez visszanézhető majd a Kölcsey Televízió YouTube csatornáján. Érkezik hozzánk Suga Tímea, aki a Spartan részakadályverseny nagy követele. A híradó után pedig terápiás kutyákról beszélgetünk Szabó Ágnessel, aki Csiga és Bagira nevű kutyáit is magával hozza. Most pedig következik a már említett hangpróba összeállítás 8 zenekarral. Figyelem, a nyugalom megzavarására alkalmas felvételek következnek, helyezik magukat kényelembe, kezdünk. Ilyen angol száz jelleggel szeretnénk kifejezni magunkat, akkor abszula, kicsit ilyen TH elharapósan a végén, de abszolút, ahogy tetszik egyébként. Az fontos, hogy nem abszolút. Sziasztok! Mi vagyunk az Escape My Shadows Veresegyházról. Én csak annyit szeretnék kérni, hogy érezzük jól magunkat, és hajrá mindenkinek! Eleinte úgy volt, hogy csak találjunk ki valami hangzatos nevet, és ez lett belőle. Hát így utólag átgondolva lehet, hogy találtunk volna jobbat is, de most már megszerettük. Illetve a címadó dalunk arról szólt, hogy mindenkiben vannak bizonyos árnyékok, vagy saját démonok, ami ellen meg kell vívni a kis saját kis küzdelmeit, úgyhogy így tulajdonképpen utólag átgondolva nem is lett ez olyan rossz névválasztás. Keresem azt, ami megmarad. A közös vonal a grunge, viszont hozunk nagyon sok progresszív elemet, hozunk Tibikehoz Mastodont, Lassithoz Bluest, én ugye megint mindent, vagy bármit is, és ezt összegyúrjuk. Elsőnek fejtem meg a rejtvét, fizika határai a hátam mögött agyunk, és nem látom, hogy az örök halált hozom. Megszülettem és eltemettem rögtön a kincseket. Itt vagyok már, de felébreszteni elfelejtettek. Aztán jött egy szó, alig hallható, de tisztán csillagó. És kérte tőlem, hogy vegyem észre, de nem tudtam, hogy jó. Már a lábaink előtt kellene heverni a világnak. Már régesség. Ahhoz képest, hogy fiatalok vagyunk a zenekart illetően. Rácskendrecben ért az este, nyomasztó célállomás. Egy tükörgép a falra festve, egy félkegyelmű látomás. Olyan nevet szerettünk volna választani, ami angolul van leírva, viszont magyarul is van értelme, amikor kiejtjük. Mivel angol és magyar nyelvű számaink vannak, ennek különösebb koncepció nincs, hogy miért van angol nyelvű szám. Attiláik megírják az alapzenét, és akkor én elkezdem hallgatni, és ma, hogy angol hangulat jön rám, ma, hogy magyar. Számunkra, amikor az előző formációban voltam, mint énekes, ők voltak a nagyfiúk, a nagyzenészek, és azért voltak különbségek technikailag,
meg színbelileg, és meglepődtem, nagyon meglepődtem, mondom, micsoda én, engem akarnak. Hát, jó, jó, és akkor nekem ez egy ilyen nagy szó volt akkor, hogy végre jó zenészekkel zenélhetek, meg jó bandával lehetek. A beteget sem tud, ez a csúcsa a fenn, az a végtelen át. Dühösnek hangozhat a zenénk, amit csináljuk, de igazából meg akár azt is le lehet szűrni, hogy utáljuk az életet, de ez nem igaz. Épp azért dühös a zenénk, mert szeretjük az életet, szeretünk élni, és felbosszantanak dolgok, amik ezekkel szembe mennek. Est a fűtést lekapcsolja, és a kertben alussza álmát. Paplan meleg éjszakákon, nem zavarja már semmi sem. Csönd nem borzol, a hideg nem ráz, emlékezni meg. A megismerkedésünk az egy olyan 3,5 éve történt. Akkor megbeszéltük, hogy ugye ő is zenél, én is zenélek, és akkor elindult ez az egész. De akkor ez még csak egy ilyen szoba turné szinten működött igazából. És tavaly nyáron jött egy olyan lehetőség, hogy mi Debrecenben felléphetünk a Utcazene Fesztiválon, és igazából az volt az első debütálásunk, és onnantól kezdve ugye jöttek a fellépési lehetőségek, illetve mi is próbáljuk a szárnyunkat nyitogatni. Panaszt nincs soha, panaszt nincs soha, panaszt nincs soha. Az előző bejátszásban 8 produkció mutatkozott be, most a nyertes Terne Cserhája zenekarról beszélgetünk, stúdiónkban a zenekar mentora Demarcsek Zsuzsa, a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola vezetője, és Balog Attila, az Öröm a Zene országos tehetségkutató területi szervezője. Sziasztok! Szervusz, köszöntjük a nézőket! Hát öröm a zene, és öröm veletek beszélgetni, és öröm hallgatni ezeket a fiatalokat, akik ilyen tehetségesek. Először Attila magáról, erről a tehetségkutatóról, akkor mondj egy pár összegző gondolatot. 4 évvel ezelőtt kerestek meg, hogy van egy ilyen országos zenei tehetségkutató. Nagyon megörültem a megkeresésnek és a felkérésnek, mert városunkban, megyénkben nagyon-nagyon sok tehetséges zenekar van. Minden évben olyan túljelentkezés volt eddig a vetélkedőre, hogy már előtte kvázi én otthon már egy kicsit megzsűriztem a beérkező anyagokat, és az általam kijelölt zenekarok jutottak be. Ugye itt most a 4. évről beszélünk már, és mondanom sem kell, hogy az országos zsűri, amikor meglátta a jelentkezőknek a listáját, illetve meghallgatták, végighallgatták a produkciókat, akkor nagyon megörültek, és nem véletlenül volt az, hogy a Terne Cserhai a zenekar nyerte meg. Tehát egyrészről olyan produkciót tettek le, amit mindenkinek látnia és hallania kellett volna. A fellépő versengő zenekarok nem akarták leengedni őket a színpadról. Tényleg? Hogy vissza, hogy nagyon jó bulit csináltak, és nem véletlen volt ez a... Nem volt irigység, meg ilyesmi, hanem egyértelmű volt. Akkor még nem tudott senki semmilyen döntése, hogy éppen ki fog tovább jutni, vagy ki nyeri meg az adott napot. Visszatérve a jelentkezőkre, amit elmondtak az országos szervezők, hogy az országban sehol senki nem jelentkezett még autentikus zenével ilyen versenyre. Ők sem értik, hogy miért, pedig biztos, hogy nagyon sok ilyen jó zenekar van még az országban, de még egyszer mondom, nem ez volt a meghatározó, és nem ez volt a döntésnek a lényege, hogy ők jussanak tovább. Tényleg szuperprodukció volt. Tehát itt a minőség számított. Egyébként nyilván különböző stílus volt. Zömében rockzenét játszottak a csapatok? A fiatal zenekarok, én ahogy az elmúlt évek alapján látom, mindenki a rockzenével kezdi. Talán egyszerűbb nekik úgy elkezdeni a magát a zenével való ismerkedést, aztán így szakosodnak, hogy ki melyik irányba, kinek éppen mi áll jól, és az alapján folytatják majd a zenei pályafutásukat. De az idei tehetségkutatóban a jazztől a pop, a rockzene,
és az autentikus cigányzene is megszólalt. Egyébként itt a Kölcsei Televízióban a Hangpróba című adásban láthatják majd a fellépőket péntekenként 17 óra 45 perckor, tehát a weekend előtt, úgyhogy amikor azt mondtad, hogy ezt mindenkinek látnia kell, akkor nézik el a műsort, és mindenképpen elcsípni a fiatalokat. Hát Zsuzsa, öröm számotokra gondolom, hogy ilyen tehetséges fiatalokkal dolgozhattok, úgyhogy ettől nincs is szebb egy pedagógusnak, mintha tényleg olyan fiatalokat mentorál, akik imádják, amit csinálnak, és az szinte professzionális szinten teszik. Ez jellemző a művészeti iskolát? Szerte a megyében sok ilyen tehetség van? Vagy ők tényleg kiemelkedő? Hát ez tényleg kiemelkedő tehetségekről van szó. Nagyon sok tehetséges gyerekünk van, kifejezetten cigány gyerekek, akik ilyen picikortól kezdenek el mondjuk táncolni, tehát a tánc terén is tehetségesek, dráma tekintetében is. A fiúkról azt kell tudni, hogy korábban a hasonló nevű színjátszókörnek voltak ők a tagjai, és, uh-huh. és színész alakítás díjas a zenekar frontembere Balázs Sándor Herceg, és az én szívem vágya szerint a Színművészeti Egyetemen lenne a helye, piszkálom is érte eleget. Úgyhogy velük kezdtem el dolgozni Bérében a Dankó Pista gimnáziumban a kollégistákkal. És elindult a színjátszókör, és persze hát a zene, a tánc az nyilván része volt ennek a képzésnek, meg belőlük táplálkoztam én magam is, tehát amit ők hoztak, amit tudtak, amit szerettek, és ehhez adtam hozzá azt az értéket, amit az Erdély Magyar Népzene képvisel. Uh-huh. És fantasztikusan megtanulták. És hogy fogadták? Vagy mennyire volt számukra ez idegen, mondjuk? Azért nem volt furcsa, mert a színház irányából közelítettük meg, tehát uh-huh. annak funkciója volt annak a dalnak, abban a darabban. És emiatt természetes volt, hogy megtanulták, és akkor utána jött ez az áldott pandémia, most ezt így mondom a mi esetünkben, idézőjelben persze, hogy nem tudtunk színjátszózni, és akkor azt mondtuk, hogy akkor használjuk ki az időt arra, hogy valami újat csináljunk, és akkor így a fiúkkal neki kezdtünk dolgozni, és akkor megtanultuk a dalokat, kicsit elemeztük, átnéztük, hogy hogyan lehetne másképp, hogyan formáljuk a saját képünkre, és amikor ezzel megvoltunk, akkor jött egy külső segítség, Olá Józsi a Párnagrasznak a vezetője, és megkértünk még egy-két vendégzenészt, és az így tényleg egy különleges hangzásvilág, mindegyik zene egy kicsit másképpen formálódott át, egyrészt a saját képükre, meg talán egy picit világzenei kitekintést is magunkénak mondhatunk már. Hát ez biztos, hogy fontos irány lesz, meg meglátjuk, hogy hogyan tovább, mert még nyilván nem állt meg az élet. Nagyon meglepődtünk egyébként, hogy ez az eredmény született, pláne egy halva, hogy nagyon sok rockzenekar volt, és mondtuk, hogy hogy fogják vajon fogadni, és nagyon-nagyon nyitottan, nagyon-nagyon szerettek bennünket, ott buliztak a zenékre, és tényleg olyan felfokozott jó hangulat volt, hogy jó volt megélni. Igen, valószínűleg egyébként ugye ez a muzsika is úgy zsigeri szinten betalál, szinte mindenkinek. Igen. Tehát az, aki nagyon elutasítja, ott valószínűleg van tudatalatt valami nem is tudom, gát, ami miatt nem engedi, hogy élvezze ezt a muzsikát. Azt mondtad, hogy persze nincs vége a világnak, sőt, azt gondolom, hogy még csak most indul a fiatalok karrierje, és való igaz, a zenén keresztül, vagy akár a táncon keresztül nagyon sok fiatalt meg lehet menteni attól, hogy elkalludjon, vagy esetleg tényleg egy sokkal nívósabb életet éljen, úgyhogy hogy ez egy kiemelten fontos terület tulajdonképpen a gyerekek lelkének a megmentése érdekében is. Hol láthatjuk egyébként a Kölcsei Televízió Hangpróba című műsorán túl a fiatalokat majd játszani? Milyen tervek vannak? Júniusban lesz egy fesztivál a Balatonpartján, oda már kaptunk meghívást. Voltunk a Sziget Fesztiválon, hogy aztán egyszer visszahívnak-e minket, avagy sem, azt nem tudom. Ez biztos, illetve hát a döntőben. Budapesten is garantálhatom, hogy a Klub Hollywoodban is. Jaj, de jó. Na, tök jó. Na, ez jó kis bulinak ígérkezik. Mikor lesz a döntő, Ati? Novemberben van, minden év novemberében, mert lemennek az országos selejtezők, megyei selejtezők, és akkor az év végén a tovább jutottak mérettetik meg magukat a budapesti novemberi döntőn. Azt gondolom, egyébként te is örülsz, nem? Mert hogy ez most olyan kis... Tényleg egy ilyen különlegesség, delikátesz eredmény, igen, ugye? Igen, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyíregyháza ilyet tud delegálni.
egy döntőbe. Ez tényleg nagyon nagy öröm számunkra, és meg szerintem azokban a település, ahonnan ezek a gyerekek jöttek, mert Hodász, Biri, Passab. Mit jelent egyébként a zenekar neve, mondjuk el? Fiatal csillagok. Fiatal csillagok. Ők választották még 5 évvel ezelőtt a színjátszó körbe ezt a nevet, és utána így maradtunk. Na hát azt kívánjuk, hogy még élesebben és ragyogóban csillogjanak ezek a csillagok. Köszönjük szépen, hogy itt jártatok. Köszönjük. Kedves nézők, következik tehát a győztes zenekar egyik dala, Jaj, de bajos, ez a címe a Terne Cserhaja most látható produkciójának. Jaj, de bajos, ki egymást nem szereti, egy párnára a ketten kell lefeküdni. A párnának a két széle elszakad, a közepe tiszta ujjam megmarad. Két széle elszakad, a közepe tiszta ujjam megmarad. Jaj, de bajos, ki egymást nem szereti, tövis közül lazi bolyát kiszed. Megszúrta a kezemet, verje meg az Isten a te szívedet. Én kiszedtem, megszúrta a kezemet, verje meg az Isten a te szívedet. Ay na 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 ya da na 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 tiszta újjal megmarad. A párnának a két széle elszakad, a közepe tiszta újjal megmarad. Sijolj ide bolyos, ki egymást nem szereti, a tövis közül lazi bolyát kiszed. Köszönjük.
Előző vendégeink a zenében alkotnak kiemelkedőt, következő beszélgető partnerem pedig a sport területén. Azon belül is a Spartan részben érte számos sikert, legutóbb Spartan nagykövet címet kapott. Vendégem Suga Timea. Szia Timi, jó estét! Szia, jó estét! Na, hát egy nagykövet asszonnyal van szerencsém itt beszélgetni, szívből gratulálunk. Mit szóltál ehhez a megtisztelő címhez, gondolom? Úgy érzette is? Tavaly évvége fele kerestek meg, hogy lenne egy ilyen lehetőség, és ugye az elmúlt 3-4 évben, amit tevékenykedtem nagyköveti cím nélkül is, ők rám gondoltak, nyilván ezt ugye külföldön jóvá kell hagyni, és akkor 2 héttel ezelőtt jött a válasz, hogy igen. Hát egyrészt nagyon örülök neki, de úgy érzem, hogy rajtam ez igazán nem sok mindent fog változtatni, mert alapvetőleg ez a cím azzal jár, hogy a sportot népszerűsítsük, meg ugye több nagykövet van, amit tudni kell, hogy mindenkinek megvan a maga közege, csoportja. Annyira van megismert, hogy természetesen, hogy itt a Spartanon belül is van charity futam és speciál futam. Én ezt szeretném így teljes mellszélességgel magamra venni. A charity futamról azt kell tudni, hogy ez egy jótékonysági futam, tehát ugyanúgy vannak akadályok, tehát egy rendes sprintávot teljesítünk, de viszont nincs kötelezettség. Akik félnek az akadályoktól, nem érzik magukat még készen arra, egymás segítve, ugye ez egy önbizalom növelő dolog is lehet, sok embernek mikor beér, amint amellett, hogy ennek a jótékonysági futásnak az összeg az itt marad Magyarországon belül, és arra a rászoruló gyermekek fogják megkapni ezt az összeget. Tehát én azt mondom, hogy amellett, hogy mozog az ember, kipróbálja magát, jót is teszünk. Van a másik része, az speciális, a speciálfutás, ugye ott tudni kell, hogy mozgáskorlátozott, vagy egyéb korlátozott gyerekek indulnak el. Én tavaly is részt vettem Salgótarjánon. Minden gyerek önmagában egy csoda, aki ezt teljesíti. Tavaly volt egy kis kedvencem Lilike, tehát ezt nem lehet ugye a végén sírás nélkül megállni, és én úgy gondolom, ezek a gyerekek nagyobb tanítás nekünk, mint esetleg mi nekik. Azon gondolkodtam, hogy ugye megszállott vagy tulajdonképpen sok mindenben, de például a segítésben is. Tehát nem véletlen, hogy pont ezt a két részt választotta. Tehát ahol valakinek jót lehet tenni, ahol valakit fel lehet emelni, ahol valakit rá lehet fókuszálni, ahol gyerekek vannak, ahol sérült gyerekekről, vagy akár felnőttekről szól, ott te mindig valamit működsz. Ez honnan jön belőled, ez az önzetlenség? Én úgy gondolom, hogy ezt a szüleim neveltetés alapján, szoktam mondani, hogy genetika. Leszületünk is, ki mit hordoz végig ebben az életben, de igen, ez nekem ösztönösen jön. Na hát azt gondolom, hogy ezt is érezték, amikor téged megbíztak ezzel a nagyköveti címmel, és valóban eddig is gyakorlatilag, ahol megjelentél, ott általában tudták, hogy te ebben a sportban benne vagy. Soha nem érzed azt, hogy na most már tényleg, aztán most már egy kicsit pihenek, és nem megyek a következő versenyre? Nem, úgy gondolom, hogy idén még jobban belehúztam, mint tavaly, mert ugye itt vagyunk február elején is, már most 3 versenyen vagyok túl. Mondhatjuk edzésnek, felkészítésnek, és most tényleg beleálltam, elkezdtem edzeni. Tehát heti 3-szor edzek munka mellett, tehát vagy reggel, vagy este. Nem érzem. Én azt érzem, hogy nekem még most kezd ez épülni. Egyébként maga, ugye ez a sportág is nagyon fiatal, hiszen 2010-ben rendezték az Egyesült Államokban az első versenyt, utána pedig hát ugye most már Európában is egyre népszerűbb, és itt Nyíregyházán is mondhatjuk, hiszen ugye a hölgyek között te abszolút sikeres vagy, és most már nagyon-nagyon sokan ismernek. Kell még bizonyítani, vagy kell még szerinted népszerűsíteni valóban ezt a sportot? Vagy szeretik az emberek az extrém dolgokat, és az extrém sportokat is? Mindig váltakoznak az emberek, de mindig jönnek újak. Én úgy gondolom, hogy ebben a mai világban annyi
rossz dolog történik. És tényleg, hogyha egyszer oda valaki eljön egy ilyen extrém sportversenyre, amellett, hogy fizikálisan is nyilván egy nagy kihívás, de én mindig azt szoktam mondani, hogy inkább ez a kihívás legyen, még gyógyszert szedjünk, depressziósak legyünk, tehát olyan szinten tölti fel az embert, persze fizikailag elfáradsz, de olyan szintű erőt ad, hogy az tényleg csak azt tudja, aki ezt végigcsinálja. Neked mik a legnehezebb részek mondjuk, vagy amit azért a legkevésbé szeretsz? Hát akadályok, hát akadályok közt van, tehát néhány nagyon kemény, amik nekem még úgy nem mennek, akkor burpizek, de igyekszem, rajta vagyok. Tehát idén nagy vágyam elérni az első olyan futamot, hogy burpimentes legyen. Azt mondtad, hogy ugye már 3 versenyen nem vagy túl. Elég az, hogy gyakorlatilag a versenyekkel karban tartod magad, vagy azért ez mindennapi edzést igényel, hogy jól fel legyél készülve hát a következőre? Hát tulajdonképpen azt mondom, hogy azért már nagyon sok versenyen vagyok túl, tapasztalat, de nem ajánlom senkinek, hogy utána nem csinálja. Mindenképpen a futást erősíteni kell, és azért heti 2 edzés kell. Én is most december óta megállás nélkül csinálom. Remélem, jó sokáig fogom bírni. Akkor tartalmas lesz az éved. Mi lesz a legnagyobb durranás 2022-ben? Hát 2022-ben célom, ugye nagykövetként Európában minél több helyre eljutni, népszerűsíteni, méltóképpen helytállni az ambaszadori címemmel. És ez a charity futam, ezt nagyon várom, ami most áprilisban lesz, és a Rakacatónál, tehát Miskolcon. Na hát rukkolunk neked, szurkolunk, és tudom, hogy egyébként egyéb jótékonysági rendezvényre is készültök, úgyhogy a közeljövőben majd várunk abban a témában is szeretettel. Hamarosan találkozunk. Köszönöm szépen. Kedves nézők, maradjanak velünk, a híradó utáni fél órában kutyák is érkeznek a stúdióba, Szabó Ágnes terápiás kutyakiképzővel beszélgetünk majd. Közismert tény, hogy a kutya az ember legjobb barátja, de nem csak házi kedvencekként lehetnek jelen az életünkben, hanem komoly fejlesztő, segítő tevékenységet is végezhetnek. Vendégem Szabó Ágnes, habilitációs kutyakiképző, terápiás kutyafelvezető, és természetesen nem érkezett egyedül, hiszen itt van Csiga és Bagira. Csiga egy 4 éves terápiás kutya, Bagira pedig 8 hónapos, és ő még egy kis ifjú padawan, kis tanuló, de itt pár perc alatt azért már látom, hogy nagyon jó tanuló, ugye? Nagyon kis okos. Minden kutyát el lehet egy bizonyos szintre vinni? Tehát bármelyik kutyából lehet segítő terápiás kutya, vagy azért ez adottság és kutyafajta függő? A fajtától nem függ. Először is köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit. A fajtától nem függ. Nekem az a tapasztalatom, hogy amióta itt belelátok ebbe, hogy a fajta az nem annyira meghatározó, viszont nagyon meghatározó az, hogy mi a kutya múltja. Ezért szoktuk azt kérni, hogy jó lenne tudni, aki elkezdi ezt a segítő kutyázást, hogy jó lenne tudni, hogy mi a kutyának az előélete. Olyan helyzetek teremtődhetnek, amikor esetleg egy olyan reakciót vált ki a kutyából. Próbáljuk ugye a kiképzés során és a vizsga során ezeket tesztelni, de az a biztos, amikor tudjuk, hogy mi a kutyának a múltja. Roppant egyszerű egy kölyök kutyából, idézőjelben az egyszerűt, segítő kutyát nevelni, mert ugye mi tesszük bele és mi kérjük tőlük azt, amit szeretnénk és elvárt viselkedésként várunk. Ugye ilyen szempontból akkor Bagira ideális eset, mert hogy őt születését fogva tulajdonképpen elkezdett tanítani, nevelni, és hát nyilvánvalóan szeretni, mert szerintem azért ez a legfontosabb. Bagirának, vagy Csigának volt előélete, vagy ő is gyakorlatilag újszülött korától tanulta ezt a mesterséget? Újszülött korától ő ebbe született bele. Anyukája, apukája is segítő kutyaként élte az életét. Bagira anyukája is ugye segítő kutya, ő az alapítványnál született Csiga, és 2016-ba került hozzám 2 hétre kiképzésre. És aztán itt maradt. És aztán egymásba szerettünk. Tulajdonképpen ugye Bagira majd elkerül valahová, azért ez egy nagyon, nem? Ő is marad? Ő is marad velem.
De vannak olyan kutyusok, akiket gondolom megtanítasz, és aztán útjára engeded arra az útra, ahol ők azért dolgoznak tulajdonképpen, hiszen a segítőkutyának az egyik feladata az, hogy valóban a rászorultakon segítsen. Milyen terepen képzeljék el a nézők, hogy hová kerülnek, illetve milyen jellegű feladatot végeznek ezek a kutyusok? Ugye a segítőkutyáknak 6 típusa van. Akiket legjobban ismernek, ugye a vakvezető, van ugye a mozgássérült segítőkutya, rohamjelző kutya, a hallókutya, mert azért már most ebbe is van, a személyi segítőkutya, és ők, akik terápiás kutyák lesznek. Én terápiás kutyákat képzek, ugye minden kutya, segítőkutya típusnak megvan a saját kiképzője. Uh-huh. Tehát akik ezeket a kutyákat képzik, érdekes világ ez, amit ugye az előbb említettél, hogy átadni őket. Egy kicsit megszakad a szív, egy kicsit ragyog a szív. Ez egy ilyen műsor. Mikor végignézzük a kis butuska kölyökből az ügyes segítő kutyát, odáig eljutást, és utána ezt átadni, azért mindenki képzőnek ilyenkor úgy beremeg a hangja. Nagyon érdekes, Csiga ugye időnként megengedi magának, hogy itt elnyúljon, aztán pedig látszik, hogy 100%-osan figyel, mert elég egy hangsúly vagy bármi, és akkor ő felül is figyel téged. Mutatunk a nézőknek egy kis trükköt, aztán folytatjuk majd tovább, mert az jutott eszembe, hogy gyakorlatilag szinte mindenre fel kell őket készíteni, hiszen ők ugye elsődlegesen gyerekek vagy sérült gyerekek közé kerülnek, tehát mindaz, amit elmondtál a másik 5 területről, úgy tűnik, hogy ez integrálódik gyakorlatilag ezen a területen, mert ott lehetnek nyilván különböző érzékszervi sérült gyerekek, autista gyerekek, vagy hát ennek a különböző kombinációja. Ön már szerintem tudja, hogy hamarosan dolga lesz, ugye? Mit fogunk látni? Mit mutatsz a nézőknek? Hát egy kis trükknek is mondjuk, de egy kis feladatot. Csiga, üljél fel. Ó, ügyes vagy. Bagira marad, megkérjük, hogy ő maradjon. Ugye például a mozgássérült segítő kutya, akinek nagyon fontos, hogy bármilyen tárgyat fel tudjon adni. Ülje fel, Csiga. Úgy. Például egy kulcsot. Ülje. Ereszt. Köszönöm szépen. Nagyon ügyes. És ugye természetesen Mária tudja. Jutalma. Ez egy szerződés, amit ugye megírtunk, mikor együtt. És minden esetben van jutalom. Volt már olyan, hogy véletlenül nem volt, mert mondjuk kifogyott, és nem. És akkor olyankor ezt elfogadják? Ilyenkor kicsit nincs szomorod. Más esélyem, csak egy nagy simi, meg néhány puszi, de az ugye az titok. Üljél le? Köszönöm. Bagira, gyere! Bagira ezt okosan figyelte, már ő is ismeri ezt a trükköt? Ő. Vagyis hát feladatot? Megnézzük. Jó lenne, ha ismerni, szerintem már tudnia kell. Csigát megkérjük, hogy maradjon. Bagira, add ide. Hozzád. Az az ügyes vagy. Erez. Az a szuper kutya. Nagyon ügyes vagy. Csiga be is tud köszönni. Köszönjél szépen. Azaz, ügyes vagy, szuper. Bagira ezt a köszönést még nem tudja, ő egy kis néma kacsa, még nem nagyon ugatott, és nem tudtam ezt még. De tud például, integessél, pápá? Pápá, azaz, ügyes. Egyébként ugye nagyon szépek is a kutyusok, tehát azt gondolom, hogy például egy olyan gyerkőc esetében, akiben van egy félelem, vagy bármilyen szorongás a kutyusok láttán, maga az esztétikai élmény is már egy ilyen bekopogás, hogy utána pedig beengedje. Volt olyan, hogy esetleg valakivel nem sikerült megszerettetni, elfogadtatni a kutyusokat? Mert olyan erős mondjuk az ellenállás? Eljutottunk oda, hogy elfogadta a kutyákat, pont ahova járok Nyírbogdányba. Az egyik kislány nagyon hevesen, de ő igazából minden szőrös, minden állattól tartózkodott. Uh-huh. Most azért ott járunk, hogy minden kutyát szeret. Az idő. Idő, türelem, és hál' Istennek ugye teambe dolgozunk, a gyógypedagógusokat kell még itt nagyon megemlíteni, mint a nélkülözhetetlen elemét ennek a történetnek, és az ő segítségükkel. Igaz, hogy egy fél év volt, de eljutottunk oda, hogy elfogadja a kutyákat, sőt, szívesen simogatja,
és örül nekik. És milyen terápiás eredményeket lehet kiemelni? Tehát mik a legáldásosabb eredmények, amik a kutyusoknak köszönhetőek? Hát igazából ahol a stressz felmerül, ott mindenhol jó egy ilyen stresszoldás. Nem csak gyerekekkel dolgozunk, Nagykállóban a pszichiátriai osztályon is van kutya, oda is járunk. Idős otthonokban demenciát oldani, demenciában kicsit segíteni a bentlakóknak, abban is ott a Szivárvány idős otthon folyamatos terápiás helyszín. Én azt gondolom, hogy mindenki, akinek ez legalább egy mosolycsal az arcára, ott jó helyen vagyunk. Hát így van, és akinek tényleg az életében van egy kutya, aki ott van, amikor szomorú, amikor vidám, gyakorlatilag akinek volt valaha kutyája, vagy van, az tudja, hogy nem lehet úgy hazaérni, hogy ne okozzon örömet a gazdi megjelenése, úgyhogy valóban a legjobb barát, egy hűtárs, és nem csak társ, hanem egy nagyon okos segítő. Ági, nagyon szépen köszönjük, és nagyon jó egészséget neked, hogy csupa ilyen okos kutyus neveledjen a kezeid alól. Hálásan köszönöm. Kedves nézőink, értékőrzéssel megyünk tovább. Hungarikum lett a felső-tiszavidéki beregi keresztszemes hímzés. A megyei vonatkozású eseményről a Pásáros-Naményi Beregi Múzeumban is beszámoltak. Piros és kék fonallal készültek a legősibb motívumok a beregi keresztszemessel díszített textíliákra. A különleges technika az egész Felső-Tiszavidékre jellemző volt. A népművészeti hagyatékot januárban a Magyar Kultúra Napján Laki Telken nyilvánították Hungarikummá. Az eseményről a Vásáros-Naményi Beregi Múzeumban tartottak sajtótájékoztatót. 2014-ben került be a megyei értéktárba lényegében az első döntések alapján a beregi keresztszemes hímzés, mint megyei érték, és ott eldöntöttük azt, több szakemberrel, illetve Sukta Bertalannéval beszélgettünk el nagyon sokat, hogy jó lenne ezt Hungarikummá nyilvánítani. Ennek volt egy folyamata, és ennek a folyamatának az első lépése volt a megyei értéktári döntés, illetve a települési értéktárakba való bekerülés. És a felterjesztést, amikor elkészítettük, arról a döntés, hogy a kiemelt nemzeti értékek között szerepeljen, az 2020 májusában történt meg, és utána javasoltuk a Hungarikumok gyűjteményébe, és nagyon boldogok vagyunk, hogy január 22-én a Magyar Kultúra Napján a Felső-Tiszavidéki Beregi Keresztszemes Hímzés egyedüli hungarikumként bővítette a Hungarikumok gyűjteményét. Több mint 1000 beregi keresztszemes textíliát őriz a Vásáros-Naményi Beregi Múzeum. Az intézmény nem csak a hagyományőrzésben, hanem annak ápolásában, felélesztésében is komoly szerepet vállalt. Őrzünk olyan terítőket, amely akár az 1800-as évek elején készült, tehát amit biztosan tudunk, hogy akkor már készült, de hát az 1600-as évekből is van egy urasztali terítőnk, amely már a keresztszemes technikának valami fajta változatát hordozza magán. Nyilvánvaló, hogy egy olyan tárgycsoport esetében, mint a textíliák, nagyon nehéz az időben visszamenni, hiszen ezek egy része sajnos megsemmisül az alapanyagának következtében, de ami megmaradt és a múzeumba került, az már utána gondos kezekben van, és így tudjuk azt a hagyományt felmutatni és a mai kornak megfelelően felhasználni, amit mi megőrzünk. Arról tudunk beszélni, hogy van egy ősi népi hímzés, amelynek a jellemző színei a piros és a kék, vagy valamelyik szín a kettő közül, és a motívumaiban a már említett a természeti környezetet jeleníti meg leginkább, tehát a virágokat, növényeket, állatokat, és szerkesztés módjában pedig egy, mondjuk egy terítőnél egy körbe futó mintát lehet rajta találni. A másik fajta, és szintén hagyománynak tekintett hímzés, amit mi úgy hívunk, hogy egyleti vagy háziipari hímzés, az pedig egy későbbi kor terméke, és most a terméket szándékosan használom, hiszen azt eladásra kezdték el készíteni az 1920-as években jótékony célokra, később kereskedelmi célokra is, amely nagyon fontos volt az itt élők szempontjából, hiszen egy megélhetési forrás jelentett a mindennapi munka mellett, hogy eladásra hímezhettek az itteni lányok, asszonyok olyan fajta
terítőket, díszpárnákat és más egyéb háztartási eszközöket, amelyeket Bereginek neveztek el annak idején. Ez színezésében más, hiszen előszeretettel használta és használja ma is a piros és fekete színeket, illetve a kék-fekete színeket, és ezen kívül még nagyon-nagyon színes megvalósulásai is vannak, és a szerkesztésében ez a tükrözést alkalmazza, tehát a sarkokat tükrözteti egymásra, és ami nagyon-nagyon feltűnő különbség a népi hímzéssel kapcsolatban, hogy itt a mértani, a geometrikus minták azok, amelyek igen jellemzőek. De mind a kettő a közös kincsünk, mind a fiatalabb is ugye már 100 évre tekint vissza, mind a kettő élő hagyomány, nem hagyjuk azt, hogy porosodjon a raktárakban, és hogy csak mint emlék jelenjen meg előttünk, hanem művelik, és szerencsére még mindig sokan. Erre milyen törekvések vannak? Hát a múzeum részéről már évtizedek óta történtek olyan törekvések, hogy különböző kiadványokat jelentettünk meg, tehát akár könyvre gondolunk, akár már az utóbbi években, évtizedekben az online felületek is olyan fajta lehetőséget biztosítanak számunkra, hogy meg tudjanak ismerkedni a hímzés szerelmesei, a hímezni szeretők ezzel a fajta motivumvilággal és magával a technikával, de hát számtalan időszaki kiállítást, vagy akár az állandó kiállításainkra is utalhatok itt a Beregi Múzeumban, megjelenítjük ezeket a régi mintákat, de gyermekeknek és idősebbeknek is szerveztünk már, és fogunk is szervezni foglalkozásokat. Hímzés szaktanácsadást biztosítunk a múzeumban folyamatosan, tehát ha valaki érdeklődik az ősi motívumok iránt, nagyon szívesen segítünk bármikor, ha megkeresnek bennünket, és nagy örömünkre szolgál, hogy újra el tudtunk indítani egy hímzés szakkört, ahol már nem csak idősebbek jelennek meg, hanem a céljainknak megfelelően a legfiatalabb korosztály, tehát az általános iskolások és akár egyetemi hallgatók is megtisztelnek bennünket azzal, hogy megpróbálkoznak ezzel a hímzés technikával, és ha valami sikert érnek el, akkor az nekünk még nagyobb öröm, mint a készítőjének. Ami már bekerült a múzeumba, az elég jó kezekben van. Itt inkább arra kell odafigyelnünk még, főleg azoknak, akiknek a birtokában vannak még ilyen régi hímzések, hogy ők is gondosan őrizzék azt, vagy hogyha már végképp nem akarják, mert egyszerűen nem tudják elképzelni, hogy ez miért lenne jó nekik a saját háztartásukba, akkor meg juttassák el a gyűjteményekbe, a múzeumok, és akkor az utókor számára még remélhetőleg nagyon sokáig meg fognak ezek a textíliák őrződni. Nagyon nagy dicsőség és a megbecsülésnek egy kiemelkedő foka, hogyha egy olyan fajta tárgyegyüttes, egy olyan fajta akár műtárgynak, akár mindennapi tárgynak is minősítsük ezt a fajta vászonneműt, amely a mi értékeink szerint is az egyik legfontosabb itt a múzeumunkban, és a területünk kultúrájának az egyik legfontosabb kincse, ezért nekünk ez kiemelkedő figyelmet és kiemelkedő megbecsülést jelent. Tehát a mi részünkről ez egy, hát tulajdonképpen azt mondhatom, hogy az elődeinknek is, tehát a múzeumban dolgozó valamikori kollégáknak, vezetőknek a munkájának is egy olyan fajta elismerése, és természetesen a egyéb hímzőknek is, tehát akik évtizedek óta gyakorolták és gyakorolják ezt a hímzés technikát, és ma is szeretik és megbecsülik, azoknak is ez egy nagyon fontos megbecsülést jelent, hogy a Hungarikumok gyűjteményébe került ez a fajta hímzés.
Gábor Áron egyetlen fennmaradt rézágyúját is bemutatja, a Lészen ágyú című kiállítás a Nyíregyházi Kállai gyűjteményben. A tárlat számos 1848-49-es erekét mutat be, többek között Bem tábornok botját, vagy Deák Ferenc pipa gyűjteményének egy darabját. A különleges tárlat március 8-áig látható Nyíregyházán. A kiállításról készült bejátszással búcsúzom önöktől. Tartsanak velünk jövő héten is, amikor farsangi, illetve disznótoros programokat ajánlunk majd önöknek. Viszontlátásra! Tárogatón szólt a Gábor Áron Rézágyúja című közismert katonadal, melyet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc székely hőséről írtak. Lészen ágyú címmel a Nyíregyházi Kállai gyűjteményben nyílt kiállítás, ahol többek között a legendás tüzértiszt által készített egyetlen fennmaradt ágyúcsövet is láthatja a közönség. A löveg története kalandos. A múlt század elején, teljesen véletlenül Kézdivásárhely főterén egy vízvezeték ásása közben találták meg azt. Az ágyú végül hosszas és szövevényes politikai előkészület után kerülhetett vissza Sepsiszentgyörgyre 2010-ben. Érdekes, hogy azelőtt a kiegyezés után bajtársak keresték a csaták helyszínén. A régi bajtársak összefogtak, és nem találtak. Buzgón keresték 20-30 évig, és nem találtak, és ezt véletlenül találták Kézdivásárhelyen. Az egyetlen ágyúcső, mi magunk is kerestük. Hiszen az ágyú, miután a Székely Nemzeti Múzeumba került, a 70-es években Bukarestben akkor alakult a Nemzeti Múzeum, és szabályosan rekvirálták, levitték Bukarestbe, és ez egy nagy szívfájdalma volt a székely közösségnek, és mi magunk is kerestük, hogy jó, nem lehet visszaszerezni, de detektorral mentünk mi is a helyszíneken, és Marosvásárhelyi Múzeum is, és nem találtunk. És akkor a rendszerváltozás után ez a téma újra felújult, és hál' Istennek, hogy 5 éves komoly utánajárás procedurák után sikerült hazahozni Sepsiszentgyörgyre az ágyút. Az ágyú öntő tüzér őrnagy 1849. július 2-án Kökös és Uzon között szenvedett hősi halált egy ágyúgolyó találat következtében. A kiállítás címében szereplő idézet Gábor Áron legendás beszédéhez köthető. Ő egy egyszerű ember volt, aki hosszú ideig katonáskodott az osztrákoknál, de volt neki egy kis jegyzetfüzete, okos ember volt, és szépen lerajzolgatott dolgokat jegyzetelt, és amikor szabad lett, és mesterként dolgozott a szülőföldjén, jött a forradalom. És Székelyföldnek el kellett döntenie, hogy leteszi a fegyvert, és akkor nem lesz keleti front, vagy pedig ellenáll. De ezt mindenki tudta, hogy kiegyenesített kaszákkal, kardokkal nem elég az osztrákok ellen menni, ágyuk el. És akkor ez népgyűlés volt Sepsiszentgyörgyön, és akkor egy parasztember feláll, és azt mondja, hogy Lészen ágyú, menjik el, megöntöm. És hogyha nem találok célba vele, én magam állok az ágyú elé. Tehát a Lészen ágyú onnan jön, Sepsiszentgyörgyön a Vármegyeházán, ez Gábor Áron mondta, és ezzel a kijelentéssel vette kezdetét az ágyúgyártás, illetve három széknek a hősies, majdnem egy évig tartó ellenállása és harca a Habsburg elnyomók ellen. A több mint 3 mázsás ágyú szállítása kihívásokat is tartogat olykor a szakembereknek. Kiemelten fontos műtárgy, tehát körülbelül az alap értéke annyi, mint nálunk egy 2 szobás apartmannak, tehát egy lakás árát éri ez az ágyú, mert nem nagyon van. És ezért mindig kurier jön, kurier megy, úgy adjuk át a tárgyegyüttes mindent, természetesen fokozott biztonsági kísérettel. Maga az ágyúcső 360 kiló, nagyon súlyos, 6-8 ember viszi, és olyan is volt, hogy Veszprémben például darut kellett hozzanak, hogy az emeletre fölvigyék. Tehát nem egy könnyű történet, és nagyon sok utánajárás van, de hát a partnereink mindig vállalták ezt az ezzel járó rizikót és plusz erőfeszítést. A Sepsiszentgyörgyi Múzeum épületét jelenleg felújítják, így az 1848-49-es erekjékből álló tárlat egy különleges kiállítást alkotva járja az anyaországot.
Mi is pont egy ilyen nagy megújulásban vagyunk, mint a Józsa Múzeum, és dönthettünk, hogy ezt a csodálatos ágyút meg a gyűjteményt raktárba tesszük 3 évig, és úgy jött az ötlet, hogy jó volna meghordozni Magyarországon, hiszen ez egy olyan relikvia, egy olyan tárgy, amelyről a legkisebb gyerek is hallott, mert a népdal ugye folklorizálódott, és eljutott a legtöbb magyar emberhez. Úgy, ahogy az egri csillagokat nem kell elmagyarázni, szerintem a Gábor Áron ágyúja is egy olyan hívó szó tud lenni, és egy picit összeköt bennünket, erdélyi magyarokat az anyaországiakkal. Ez is volt a szándékunk. A megnyitón Úrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere elmondta, méltó helyre került a Kállai gyűjteményben ez az utazó kiállítás. Eredetiben lehet látni Gábor Áron rézágyúját, Deák Ferenc pipáját, Kossuth Lajosnak a szivar szipka végét, és nagyon sok olyan tárgyat, ami a 48-49-es forradalomhoz és szabadságharchoz kapcsolódik, legfőképpen annak az erdélyi székelyföldi részéhez. De hogy kössem egy kicsit Nyíregyházával, vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez, a Kállai családnak az egyik tagja Kállai Ödön egy nagyon fontos hadbiztosi tisztséget költött be a szabadságharc ideje alatt, és éppen alig került el a Hajnau féle rémuralomnak a bitófáját. Ő volt annak a Kállai Rudolfnak az édesapja, aki ezt a házat is, ahol most vagyunk, építette. A tárlat a Székely Nemzeti Múzeum és a Budapesti Hadtörténeti Múzeum közös munkája. Meg kell említenem, hogy a Budapesti Hadtörténeti Múzeumnak nagyon nagy köszönettel tartozunk, mert ők segítettek összeállítani ezt a tárgyegyüttest. Még körülbelül egy ennyi van otthon, és a képzőművészetet még nem is említettem. Tehát itt egy olyan 35-40 tárgyunk van kiállítva. Természetesen a kis Ernő nyerge, vagy a honvéd századosoknak a füvege, pisztolyok, fegyverek, türelem tárgyak, a kusteini, ugye a börtönbe kerültek az ellenállók, az ott készített türelem tárgyakat is behoztuk, hiszen utóélete is volt a szabadságharcnak. Tehát, és nagyon szakszerű szövegekkel látták el a történészek ezt a kiállítást, úgyhogy lehet sem megézni benne. A kiállításnak március 8-áig ad otthont a Kállai gyűjtemény. Ezt követően Budapesten láthatja majd a közönség.